lenne az ideális ön szerint? Ha nem halnának meg emberek, az ön az. Magyarország kormánya ön szerint nem kezeli helyesen a helyzetet? Ugyanaz, kellene még jobban elhatárolódni ön szerint az orosz agressziótól, mert ugye ez hiányolta. Kellene magyar katonákat küldeni Ukrajnába? Ukrajna mellett Putyin ellen ezzel a címmel szervezett tüntetést Márki-Zay Péter vezetésével a baloldali szivárvány koalíció. Márki-Zay Péter február 22-én az ATV-ben az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a következőket mondta. Hát ha önön múlna, adna fegyvereket Ukrajnának? Én még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy most anélkül, hogy a konkrét kérdést meg tudnánk ítélni, a NATO-val való együttműködés, a NATO-tagság kell, hogy meghatározza ezt a döntést is. Tehát amit a NATO tesz, azt kell tennie a magyar kormánynak is ebben az esetben. Pontosan, azt kell, abszolút a NATO közös döntését kell végrehajtsa Magyarország is. Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja a Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. Ugyan a magyar kormány álláspontja teljesen világos ebben a háborús helyzetben. A baloldali pártok mégis úgy csinálnak, minthogyha Orbán Viktor lenne a felelős az orosz-ukrán háborúért. Hogyan kellene kezelni ezt a helyzetet? Most ugye egy rendkívüli helyzet állt be itt a világban. Nem szeretne válaszolni a kérdéseinkre, főpolgármester úr? Hát nagyon fontos, hogy egységes európai válasz legyen, és bízom ebben, hogy a magyar kormány ebben részt tud majd venni. Köszönöm. Számos kritikát megfogalmaztak a kormánnyal kapcsolatban. Mi a hiba ön szerint? Bocsánat, hogy menjünk készülni, köszi. Tehát ez az áruló Orbán Viktor, ez most tett két nagyon jelentős pozitív lépést, amit mi már régóta mondunk, és amiért még tegnap bennünket kritizált. Ő is agresszornak nevezte Putyint, és ő is kijelentette, hogy mindenben a NATO álláspontját fogja követni. Ez egy fantasztikus dolog. Egyetlen egy NATO ország sem küld katonákat Ukrajnába. Tehát én azt szeretném mondani, hogy Orbán Viktor szélkakas módjára most kivételesen a kompország egy jó oldalon kötött ki.